Ősi magyar múltra tekint vissza a délvidéki Tornyos. Nevét a legenda szerint középkori templomtornyáról kapta, amely már messziről látszott a végtelen rónaságon. A török időkben Tornyos is elnéptelenedett, majd tanyaközpont lett, míg nem a 19. században fejlődésnek indult. Szecessziós katolikus templomát 1901-ben szentelték fel. Tornyos színmagyar település, melynek lakói hűen ápolják a magyar hagyományokat. Ezért van táncsoportunk, ezért van asszonykórusunk, tambura, zenekarunk, hogy a népzenén, köröztül a néptáncon, köröztül a nép viseleten köröztül, akkor a különböző főző rendezvényeken, a hagyományos ételeken köröztül is megőrizzük és bemutassuk azt, amit őseinktől örököltünk. Itt éppen az asszonykórus próbál a kultúrkörben, melynek az egykori óvónő Szabó Magda is tagja. Magdi néni a tornyosi magyar közösség oszlopos tagja, az egykori délvidéki magyar életet bemutató tájháza, a Magdalak 2016-ban nyitotta meg kapuit. Az a célom vele, hogy ennek a területnek, ennek a délvidéki Tornyosnak, Zenta községnek, a környékének, a Tornyos környékének egy emléket állítsak, bizonyítsam be azt, hogy leírva, szeretném nagyon leírni, hogy milyen nevű magyar családok éltek itt 100 évvel ezelőtt is. Már is megvan a feje. Karácsonyban, a tájházban a gyerekek csuhéból készítenek karácsonyfadíszt, ahogy annak idején nagyszüleik. A fát azonban arany és ezüst dió is díszíti, így az sem hiányozhat. Míg a kicsik kézműveskednek, a tűzhelyen már a diós cukor készül. Ez az édesség karácsonyra készült, leginkább meg lakadalmakra, mivel hogy a cukor, az édes élet, a dió meg a szeretetnek a jelképe. Nem nagyon forró. A forró, karamellizált cukros diót az asszonyok formázzák meg, a gyerekekre már csak a csomagolás marad. A karácsonyi készülődés közben azért a kicsik is felidéznek egy-egy régi karácsonyi szokást. Mindig raknak ki a fa alá búzát, mama beáztatja és búzát raknak ki, meg a tata szokott bevinni szénát, szalmát, a mama ugyanígy csinál díszeket, meg szaloncukrot is raknak a fára. Az asszonyok nagyon fontosnak tartják, hogy unokáik is ismerjék a régi szokásokat. Ne azt, ezt, hogy amit a kereskedelemben lássák a csillogó-villogót, hanem azt lássák, hogy lélekből ünnepeljük minket, olyan mélységesen átéljük így akkor a karácsony. A gyerekek saját díszeiket teszik fel a tájházban felállított karácsonyfára, ami régi délvidéki szokás szerint a grédicsfáról származó töviság volt. Több mint valószínű, hogy ez nőtt, a grédicsfa. És akkor, mivel hogy a Krisztus koronáját ebből csinálták a nagy tüskék miatt, ez valahogy kötődött a grédicsága a valláshoz, ez a nagy tüskéi miatt, hogy ezzel szenvedett a Jézus is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, megszületett a kis Jézuska, hoztuk szalmát, szénát. A karácsonyfa köré egy kis Betlehemet varázsolnak kicsik és nagyok. A szalma a földre kerül, a lucanapi búza mellett ott vannak a báránykák is. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a fonott és a mákos kalács sem. A karácsonyi asztalnál, ugye mikor meg elkészült a karácsonyi bőti asztal, akkor legelőször is alma, dió és fokhagyma volt az asztalon. És méz. Egy nagy fej fokhagymát vett a nagyanya kezébe, és akkor mondta, hogy na látjátok, ez így összenőtek, a gerizdek, ez egy család, jelképezi a családot. Így adják tovább a lángot a nagyszülők unokáiknak, és így ünneplik közösen a megváltó születését délvidéken. Mindenkinek nagyon boldog karácsony, bort, búzát, vékességet, és egészséget mindannyiunknak a következő esztendőre is. Ha velünk maradnak, megismerhetik azt a férfit, aki évtizedek óta támogatja és szervezi a kulturális életet a felvidéki Hanván.